hozzávalók. Némi hagyma. Paradicsompüré. Piros paprika és egy csipet kömény vagy két csipet kömény. Valamint bármilyen jellegű tésztaféle. Hagymát ízlelünk. Erre jönnek a fűszerek, a köménymag és a piros paprika, hogyha elkészül. Erre öntöm rá a babot. Kömény. A spanyol kömény nem olyan erőteljes, mint a magyar, amit ismerünk. Ugyanígy van a piros paprikájukkal is. Éppen ezért ha kicsit bővebben teszünk bele, azzal sem rosszuk el. Na, és akkor erre jön rá a bab. Elkeverjük kissé. Hozzáadjuk a paradicsompürét. Adja meg az amatát és az ízét. Eljön a tészta, majd a víz. És főzzük, amíg a tészta el nem készül. Tehettek bele kukoricát is, esetleg olívabogyót, szalonnát, és szerintem még a tojást is esetleg elbírja.